Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a Dereskén nyári színházi esték nyitó előadását. Településünk nagy sikerű rendezvényére már az első este zsúfolási megteltművődési központ színházterme. Könnyed nyáresti szórakozást ígért a Kolocsai Színház előadásában talán minden idők legnagyobb operettje, a Csárdás királynő, melyet két felvonásban tekinthettek meg a nézők. A színpadon többek között olyan ismert színészek, mint Várkonyi András, Mádi Piroska vagy Egyházi Géza szórakoztatták a nagy érdeműt. Most indul a nyári színházunk a mai estén, este 8 órától a Kalocsai Színház hozta el idén is az előadását. Tavaly nagyon nagy sikere volt az Ankunai Szerelmeseknek, amit a Kollégium udvarán tartottunk. Most is szerettük volna, persze mivel nyári színház szabadtérre tartani, de hát a mai napra sajnos esős időt mondott, úgyhogy bekerült az előadás a művelődési központba, de bízunk benne majd, hogy az augusztus 16-ai Hippolita lakály az már kint lehet szabadtéren a Kollégium udvarán. Természetesen már a nyári színházat is azért időben elkezdjük ősszel szervezni, hogy mit. A színházzal nagyon jó kapcsolatunk van, hiszen az őszi színházi évadunkban is szoktak lenni, illetve ők így turnéban viszik az előadásokat, és abból is sikerült két nagyon jó előadást találni, amit szerintem mindenki ismer és nagyon szeret. Ez most a Csárdás király, illetve a Hippolita lakája következő. Már régóta próbálkozunk. Voltak kisebb előadásaink, amit még a járáshivatal udvarán tartottunk. Akkor fogalmazódott meg igazándiból, hogy igen, van igény rá, szeretik, és mivel adódott ez a jó kapcsolatunk a Kalocsai Színházzal, akik aztán tényleg igazi sztárokkal és neves előadókkal, illetve fantasztikus darabokkal jönnek, ezért ők jöttek idén is, és bízunk benne, hogy ez a kapcsolat megmarad továbbra is. A Kalocsai Színház társulata több éve kiemelten jó kapcsolatot ápol Dereskével, mindig szívesen veszik a meghívást, előadásuk a dereskai közönség számára maradéktalan kikapcsolódást ígér. A Csárdás királynő biztos sokan tudják, hogy nemrégében ünnepelte a 100 éves jubileumát. 1915-ben mutatták ben Bécsben, német nyelvű szöveggel, aztán készült erre egy magyar libretto, és 16-ban a Király Színházban is bemutatták, úgyhogy tavaly is tavaly előtt 100 éves volt. Én azt gondolom, hogy Kálmán Imrének a legismertebb, a Manica grófnő mellett a legismertebb operettje. Ez egy nagy operett, ami a szerelemről szól, illetve annak megakadályozásáról, tehát a szerelem beteljesülésének a megakadályozásáról. És még sok minden másról, ez nem csak egy operett, sokkal több minden van a sorok között. De azt hagyd mondjam el, hogy ennek minden betétdala a világsláger lett. És van egy ilyen statisztika, állítólag fél percenként fölcsendül egy Kálmán Imre melódia, és leginkább a Csárdás királynő egyik dallama a világ valamelyik pontján. Úgyhogy ez egy tényleg igazán örökzöld és sokat bizonyított darab és muzsika. Én azt gondolom, hogy joggal lehetünk erre büszkék, mert 100 éves jubileumot nem sok előadást tud felmutatni, a Csárdás királynő ilyen. Jelentse kérem Szilvia művésznőnek, hogy megérkeztem és beszélni jó hagyott. Természetesen jelentem. Bóni Gróf itt van? Igen, éppen a segítek tárgyalat. Pár baj lesz? Ez nem magára tartozik. Kérem, menjen siessen. Bocsánat, én csak azért szóltam, mert hogyha úgy tudom, hogy a művésznő elutazik pár. Nem utazik el. Na de mégis elutazik, mert hogy összepakolták a holmiért. Akkor majd szépen kicsomagol. Na jó, de már a búcsú vacsora is készen van. Mondom, Miska, nem utazik el. Menjen már. Jó, akkor szólok a szakácsnőnek. Ne a szakácsnőnek szóljon, hanem Szilvia művésznőnek a kérhetem. Jó, de én szólok neki, hogyha mégis elutazna, akkor az a probléma, hogyha utána soha többé nem tetszik benézni, de hozzánk, és akkor megméltoztanak feledkezni az ígéretéről. Miféle ígéretemről? Tessék, már is megfeledkezett róla. Persze, tudom, hogy beajánlom magát a Bécsi palotában Gomornyi. Így van, a Bécsi kastélyban kedves szüleihez, hogy egy szobába kerül. Ami azt illeti, mostanában nem ért túl sokat a protekcióm a kedves szüleinél. Minden esetre megpróbálom, mert ezzel tartozom magának. Igen.
és 50 koronával. Hát én a Miska pincért alakítom, ami egy legendás, klasszikus szerep, és nagyon szívesen játszom. Keveset játszom viszonylag operetben, de ezt nagyon szeretem, ezt a figurát, ami tulajdonképpen prózaiként is megállja a helyét. Ez egy ilyen furfangos pincér, tulajdonképpen egy ilyen Commedia dell'arte-nak a figurája, ahol mindenütt jelen van, mindenütt próbál valamit kavarni, úgyhogy egy kedves, minden lében kanál pasas, aki a megfelelő korban mindig ugyanaz a figura marad. Hát én azt hiszem, hogy nem csak itt a közönség körében, hanem szerintem a világ talán legkeresettebb és legsikeresebb operett előadása. Számtalan variációban játszották külföldön is, Németországban is, Amerikában is, Broadway-n is, tehát én azt hiszem, hogy itt tévedni nem nagyon lehet. Úgy emlékszem, egyszer már egy darabban én játszottam, itt lehet, hogy talán a Bolha a fülben, nem tudom, azt hiszem az a darab lehetett itt. Nagyon szeretek itt lenni, szeretem az itteni közönséget. Nem tudok a út egyik oldaláról másikra átmenni, úgyhogy anélkül, hogy ne szólítanának meg, hogy ne akarnának egy fotót kérni, egy aláírást. Nagyon kedvesek és nagyon barátságosak az emberek. A Deleskei nyári színházi esték augusztus 16-án folytatódik a Hippolyta Lakály című zenés vígjátékkal, melyre szintén szeretettel várnak minden színház kedvelőt a szervezők.